hulladékgazdálkodási projektben vesz részt a Cserepka iskola, a cél az örökös ökoiskola cím megszerzése. Látványos mentések, szituációgyakorlatok tanulók közreműködésével bemutatót tartott a katasztrófavédelem. Őszi pedagógiai napok, óvodapedagógusoknak és tanítóknak szerveztek szakmai előadásokat. Minden szentek és halottak napja, november elejé ünnepeink és az emléknapok. Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium a 2012. szeptember 1-e és 2022. augusztus 31-e közti időszakban a Cserepka iskolának az Ökoiskola címet adományozta. Az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a környezethez való pozitív viszony formálására, a növények és az állatok szeretetére, környezetvédő magatartás kialakítására, valamint a felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtésére. Az intézmény célja, hogy teljesítsék azokat a feltételeket is, amik az örökös ökoiskola cím elnyeréséhez szükségesek. Ez a disznó, ez a medve, ez a nap, ez a katicabokár, ez a hernyú, és ez a roka. Igen. A tanulók már készülnek arra, hogy az Ökoiskola címet idén is elnyert intézmény örökös ökoiskola lehessen. Az idei november 2. felében zajló hulladékcsökkentési héten a hulladék kezelésének megelőzésével, valamint mennyiségének csökkentésével kapcsolatos oktatásra, nevelésre és kommunikációra fókuszálnak a résztvevők, és szerveznek a hulladékkezelés alapelveiről szóló, a környezettudatosság fontosságát kiemelő programokat. Idén elnyertük ismét az Ökoiskola címet, és teljesíteni szeretnénk azokat a feltételeket, amik a későbbiekben majd a végleges ökoiskolai címhez vezetnek, és egy olyan pályázatot találtunk, ami a hulladékgazdálkodási hetet fogja fölölelni, ami november 18-án kezdődik, és ennek keretében szeretnénk egy uniós pályázatban is részt venni, hogy nem csak szelektíven gyűjtjük a hulladékokat, hanem ezeket hasznosítani is fogjuk tudni. A gyerekekkel ennek keretében a délutáni napközis foglalkozásokon rengeteg új dolgot, tanszereket, bútorokat, játékokat fogunk készíteni. A gyűjtésnek már most nekiálltunk, hogy a háztartásokat, a családokat is bevonjuk, műanyag üvegeket, kupakokat, dobozokat gyűjtünk már most, hogy ezekből tudjunk kreatívkodni, illetve ennek keretében szeretnénk a környezetünket majd megtisztítani, mind az iskolát, mind az iskola körüli játszótereket, illetve egy videópályázatot hirdettünk meg a felsősök számára, hogy egy 2 perces mobiltelefonnal leforgatott anyagban mutassák be számunkra azt, hogy miért fontos az, hogy ők környezettudatosan éljenek, és hogy a sport az egészségtudatosság mellé hogyan kapcsolódik majd ez a környezettudatos magatartás is. Borzasztóan lelkesek, mert minden, amiben ők nem veszik észre azt, hogy a tanulásról szól, hanem a játékról szól, abban mindig lelkesek, de természetesen ez mögött azért rengeteg mondani való megbújik, viszont élvezettel csinálják ezeket a dolgokat, rengeteg mindent sikerül gyűjtenünk, és ami szerintem szuper, hogy így a családok is részt vesznek. Tehát nem csak a gyerekek és a tanárok dolgoznak együtt, hanem ebbe a hármasba most végre a családok is sikeresen beléptek. Ezeknek a gyerekeknek mindenképpen én úgy gondolom, hogy a jövője a tét, és ez is lesz a címe majd a projektünknek. Tehát, hogy most már annyi mindent hallani, és azt mondják, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél, hogyha nem tesznek és nem cselekednek ők majd valamit, akkor ez a jövőjüket keményen fogja befolyásolni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy alsós, pici gyerekekkel dolgozunk, tehát tudunk változtatni még ezen a szemléleten, tudunk egy kicsikét úgy nyitni feléjük, hogy lássák ennek a gazdagságát és ennek a fontosságát, hogy az ő jövőjüket hogy fogja ez befolyásolni. És igazából azt szeretnénk, hogyha ő rajtuk keresztül a családokat is egy kicsit tudnánk ösztönözni arra, hogy ne csak az egészséges életmód, a diétás, étrend, meg mi egyéb legyen fontos, hanem a környezettudatosság is, hogy fát ültessünk, mert van most olyan projektünk is, hogy egy zöld pontot ki tudjunk alakítani az iskolában, ahol természetes környezetben tanulnak, illetve hogy a szelektív hulladékgyűjtés mellett mi is olyan anyagokkal dolgozzunk, amik egyébként a kukába kerülnének.
Mint arról tavasszal beszámoltunk, a gyerekek már nyertek a Biokom környezetvédelmi pályázatán, akkor szemétszedő csipeszekkel gazdagodott az osztály. Ebbe a projektbe ez is szerepet fog kapni természetesen, tehát hogy a szemétszedő csipeszekkel fogjuk a környezetet megtisztítani, illetve hát rendszeresen dolgozunk vele, és szeretnénk használni a továbbiakba is ezt. Úgyhogy ha a Biokom még ad 10 csipeszt, akkor nagyon fogunk neki örülni. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét mottója idén: nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet. Legyen ez a közvetlen környezetünkben, a munkahelyünkön, az iskolában, vagy az ezeket összekötő utakon. A Hulladékcsökkentési Héten minden arról szól, hogy mindenütt és mindenki figyelmét felhívják arra, hogy nyitott szemmel fedezze fel saját és környezete lehetőségeit a hulladékok keletkezésének megelőzésére, mindannyiunk hasznára. Teljes terjedelmében égett egy személyszállító vonat, a szerelvényen egy utas életét vesztette, ketten súlyosan, többen pedig könnyebben megsérültek. Mindez szerencsére csak egy gyakorlat, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezett a Pécsbánya rendező pályaudvaron. A látványos bemutató célja a hatékony együttműködés elmélyítése a társszervekkel. Égő vasúti szerelvény és több sérült a Pécsbánya rendező pályaudvaron. Szerencsére csak egy gyakorlat miatt következhetett be ez a tűzeset. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a társszervek közös bemutatójának célja a hatékony együttműködés elmélyítése. Ugyanakkor a MÁV-val is ugye évek óta hagyományosan egy éves szinten egy olyan országos gyakorlatot szervezünk olyan városba, ahol nagy vasúti forgalom van, vagy átrakó működik, illetve vasúti csomópont is található, így esett az idén Pécsre a választás. Minden évben más és más a szituáció, pontosan azért, hogy az állomány különböző helyzetekben tudjon gyakorolni. Az idei évben Pécset itt a rendező pályaudvaron egy olyan szituációban kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, ahol egy személyszállító vonatnak az utolsó kocsijában tűz keletkezik. Innen az utasok pánikszerűen menekülnek, közben a középső vasúti kocsiban többen rosszul lesznek, illetve többen meg is sérülnek, és a vonat elejében pedig tömeg alakul ki. Így a tűzoltóknak a tűzoltás és a műszaki mentés mellett az életmentés lesz az elsődleges feladatuk. Ugyanakkor országos szinten, hogyha nézzük, éves szinten 100 olyan vasúti balesethez riasztják a tűzoltókat, ahol be kell avatkozniuk. Ezek jellemzően vasúti átjárókban történő baleseteknél, de nem ritka az, hogy kigyullad egy mozdony, vagy olyan fajta segítség kell a MÁV-nak, amikor mondjuk egy téli időszakban akár már nem tud tovább menni, elakad a vonat, hiszen voltak már erre is példák az elmúlt években, olyan hútorlaszok alakultak ki, vagy pedig egyéb olyan műszaki mentés, amelynél a tűzoltókat kérik segítségül. Ugyanakkor egy-egy tűzesetnél, például egy vasúti szerelvénynél történt tűzesetnél fontos az is, hogy gondoskodni kell a felső vezeték áramtalanításáról, illetve meg kell oldaniuk a tűzoltóknak, a MÁV szakembereinek a segítségével az égő kocsinak a leválasztását az épszerelvényről. A sérültek ellátásáról az Országos Mentőszolgálat gondoskodott. Sajnos a gyakorlat menetében a forgatókönyv szerint egy fő elhalálozott, ővel ilyenkor nem tudunk mit tenni, de a sérülteket természetesen ellátjuk. Két autóval voltunk kint a helyszínen, ez a két autó személyzete mindegyik magas szintű ellátást tud biztosítani, esetkocsi szinten voltak itt. A súlyos sérültet légutat biztosítottak, altatták, lélegeztetik, megfelelően rögzítették a sérüléseit, és ezután szállítják kórházba. A könnyebb sérültnek az ellátása pedig egy másik kocsi személyzet által kerül megvalósításra, és őt is utána kórházba szállítjuk a gyakorlat forgatókönyve alapján. Minden gyakorlat más, minden helyszín más, és akkor speciális helyszíneket tudunk megismerni, hiszen hasonló esetekkel, ami tulajdonképpen ellátási igényt jelent, találkozunk nap mint nap, de azok a speciális körülmények és helyszínek, amit egy ilyen gyakorlat nyújt, az egyedi, és akkor is jó, hogyha ebben valamilyen tapasztalatot szerzünk. A sérülteket egy pécsi iskola diákjai játszották. Az intézmény évek óta partnere a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Közel 10 éve vagyunk kapcsolatban a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságával, mivel iskolánkban a Baptista Szeretett Szolgálat Széchenyi István gimnáziumában 10 éve működik rendészeti szakirányú képzés. Ennek köszönhetően a katasztrófavédelem folyamatosan segít nekünk a versenyfelkészülésbe, illetve hogyha ilyen jellegű szimulációs gyakorlatot tartanak, akkor mindig szólnak nekünk, hogy gyerekeket hozzunk, és önkéntesként a gyerekek is
részt vehessenek az ilyen gyakorlatokban. A gyakorlatban aktív szerepet vállalt a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete is. 2012-ben től van, vagy van, és attól eredeztethető, hogy vannak itt gyakorlatok, akkor is már a Vöröskeresztnek egyébként megvolt az együttműködő partnerekkel, így a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a tűzoltósággal, tehát ez egy régre visszanyúló kapcsolat, és minden egyes alkalommal egyébként számítanak ránk, elsősorban az imitátorok szerepeltetésében. Gyakorlatilag három sérült lett, ebből ugyan kettőt baba, tehát műanyag babával, de teljes emberformájú, súlyú minden imitálnak, és egyetlen egy sérültet pedig, akik kéz- és lábtörés szenvedett, az pedig a Vöröskeresztnek az emberkéje sminkelte, tehát ez teljesen élethűen, élő emberen, ha bárki ide jönne megnézni, akkor úgy ténylegesen azt látna, hogy eltört a keze és a karja. Ez volt egyébként a Vöröskeresztnek a mai szerepe ezen a rendezvényen. A látványos bemutató alatt elhangzott, az ilyen káresetek felszámolása speciális felkészültséget és együttműködést igényel, ezért is jó alkalom egy ilyen gyakorlat. Őszi pedagógiai napokat tartottak Pécsett, hétfőn az óvópedagógusokat, szerdán pedig a tanítókat várta az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja. Az előadások a fenntarthatóság és esélyteremtés, valamint az óvoda iskola átmenet, a tanítói szerep változása és a kompetenciafejlesztés témaköré épültek. Szó volt a matematikai kompetenciák fejlesztésének új lehetőségeiről, a szövegértés tanításáról, de egy ökoiskola jó gyakorlatait is megismerhették a résztvevők. Az őszi óvodai szakmai napon egyebek mellett a szerep és szemléletváltozásról, a pedagógiai kultúrában történő módszertani és generációs megújulásról, valamint a szülői szemlélet formálásának lehetőségeiről esett szó. A Dráva Szabolcsi Dráva Kincse óvoda 2015 óta akkreditált tehetségpontként működik, melynek célja, hogy a programban a hátrányos helyzetű gyerekek is részt vehessenek és fejlődjenek. Az intézmény vezetője ezt a jó gyakorlatot mutatta be a részt. Tehetségműhelyünk az a társasjáték nevet viseli, és ebből kiindulva csatoljuk a különböző innovatív lehetőségeket a programunkhoz, úgy mint a fenntartható fejlődés, illetve az esélyteremtés. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy csodás nevelőtestület van, csak így lehet ezt működtetni. A gyerekek pedig, hát a játék öröme eleve adott ahhoz, hogy fogékonyak legyenek és megtanulják ezt a sok érdekességet. A mi helyzetünk speciális, mert hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével foglalkozunk, úgyhogy mi a saját pedagógiai környezetünkhöz mérten állapítjuk meg a tehetséget, és egy érdekes módszerrel nagyon sok gyereket beengedünk a tehetségműhelybe, és maga az azonosítási folyamat sem egy pszichometriai eljárásra épül, hanem egy dinamikus folyamat, ami megengedi azt is, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve az SNI és kettős különlegességi gyerekek is a tehetségműhelybe bekerülhessenek. A Zöld Óvoda címet 2006-ban hozták létre. A cél az intézményes környezeti nevelés az óvodákban. Borsos Zsófia, a Zöld Híd Alapítvány szakmai vezetője, a Zöld Óvoda pályázatot és a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeit ismertette a megjelentekkel. Az óvodákban hogyan lehet átadni a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket játékos formában? Erről lesz szó, illetve arról, hogy a Zöld Óvoda címpályázat hogyan nyerhető el. Nagyon pozitívak a visszajelzések, egyre többen szeretnének csatlakozni Baranya megyéből, úgyhogy úgy gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy aki szeretne, az meg tudja írni a pályázatot, ez egy teljesíthető feladat. Módszereket tudunk átadni, van egy oktatótermünk, ahol várjuk az óvodás csoportokat, illetve van pályázati tanácsadásunk, ahol a technikai részleteket tudjuk bemutatni. 2004 óta működik az oktatóterem, és 2009 óta fogadunk óvodai csoportokat. Környezeti neveléssel foglalkozunk, játékok vannak a teremben, illetve különböző tematikus foglalkozásokat tartunk, így a fenntarthatóság témája köré építve. Próbáljuk mindig aktualizálni, illetve mi is óvodásokkal kezdtünk el 2009-ben foglalkozni. Fontos volt olyan módszereket kialakítani, ami kifejezetten ennek a célcsoportnak a részére is hasznosak. Tehát ahhoz, hogy a családokat is elérjük, illetve hogy az iskolának legyen egy alap, amire tud építeni, ahhoz elengedhetetlen az óvodai szemléletformálás.
Kevesen választják a tanítói hivatást, pedig nagy szükség lesz tanítókra, ezért fontos feladata a szakmának és a képzésnek is, hogy népszerűsítsék ezt a szakot, hangzott el az őszi pedagógiai napok elnevezésű rendezvénysorozat Soros állomásán. A konferenciát az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja szervezte. A nyitó előadást dr. Podrácki Judit, a Kaposvári Egyetem oktatási rektor helyettese tartotta. Nagyon sokféle szerepelvárást fogalmaztak meg kezdetektől a tanítóval szemben, és egyrészt ezt szeretnénk egy kicsit történetileg áttekinteni, tényleg csak a szereppel kapcsolatos elvárásokra, feladatok változására koncentrálva. Másrészt egy kicsit abban azt végig gondolni, hogy mit igényel ma a világ, milyen tanítót, különösképpen a holnap. Más környezetben élnek a mai gyerekek, egészen más ingerek érik őket, más tapasztalatokat szereznek. A digitális média fogyasztás az voltaképpen ott van az életükben, és ez bizony átalakítja a tanulási szokásokat és sajátosságokat, és egy picit azt szeretnénk áttekinteni, hogy akkor mégis milyen irányba kellene elmozdulni a tanítóságnak ahhoz, hogy illeszkedjen, milyen tanulási környezetet érdemes teremteni ma a kisiskolás gyerekek számára. Rapcsilla szaktanácsadó arról beszélt, hogy mennyiben változott a matematikai kompetenciák fejlesztése az alsó tagozatban, és hogy milyen új módszereket alkalmazhatnak a pedagógusok. Tehát mindenképpen használható tudást kellene átadnunk matematikából, és ez a használható tudás, ez mindenképpen arra kellene, hogy alapozódjon, hogy eszközöket használnak a gyerekek, hogy olyan kompetenciái, készségei, képességeik alakuljanak ki, amelyeket a későbbi megnövekedett tananyagban is jól tudják hasznosítani. A gyerekek szemlélete is megváltozott, tehát a megváltozott a tananyag minősége, mennyisége, megváltozott a tudáshoz való hozzájutásnak a helyszínei, tehát mi az iskolából értesültünk annak idején az információkról, az újságokból, könyvekből, a könyvtárban. Ma már tárháza rengeteg az információgyűjtésnek, tehát nekik az internet használat olyan szinten van jelen az életükben, amit mi tanárok nem tudunk követni, tehát de kénytelenek vagyunk, hogyha eredményesek akarunk lenni. És hát egyfelől van ugye a komoly felzárkóztatás, mert hogy hatalmas hátrányokkal küzdő gyerekek is vannak, másfelől meg ott van a nagyon komoly tehetséggondozás, ami az országnak gazdasági érdeke. A tanítóknak szóló pedagógiai szakmai napon a szövegértés tanításáról is szó esett, valamint a résztvevők megismerhették a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Ökoiskola jó gyakorlatait is. November 1-e, vagyis Minden Szentek napja, a Megdicsőült Egyház, 2-a, azaz Halottak napja, a Küzdő Egyház ünnepe. A nyugati keresztény hagyományban 1-én a szenteket ünneplik, másnap pedig halottainkra emlékezünk. A reformátusoknál nem egyházi ünnep a Halottak napja és Minden Szentek, az evangélikusok pedig csak a Halottak napját tartják. November elején a katolikus egyház egy nagy család képét mutatja, a megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünneplünk, a még tisztulásra várókkal, akikért Halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk. Minden Szentek ünnepe a Megdicsőült, Halottak napja pedig a Küzdő Egyház ünnepe. A keresztény felfogás szerint Minden Szentek ünnepén azokat az Istennel teljes közösségre jutottakat köszöntjük, akiket a kalendárium külön név szerint nem említ meg. Minden Szentek ünnepe az az öröm ünnepe. Valóban a hívek össze szokták keverni. Talán azért is, mert már ilyenkor kijárnak a temetőbe, az emberek kimennek, rendbe teszik a sírokat, imádkoznak, de tudni kell, hogy a Minden Szentek ünnepe valóban az öröm ünnepe. A Megdicsőült Egyházat ünnepeljük, azokat, akik már szenté lettek, az egyház szenté, de boldoggá nyilvánította őket.
mert úgy éltek, és példaképként odaállította elénk. November 2-án halottak napján megemlékezünk azokról, akik még a megtisztulás állapotában szenvednek, valamint az összes megholtról. Az ünnep a 11. századtól a bencés szerzetesek hatására terjedt el Európában, kezdeményezője 998-ban Szent Odiló Klúnyi apát volt. A halottak napja a másnap, november 2-a, az viszont a küzdőegyház, a szenvedőegyház tagjait ünnepeljük, amikor gondolunk elhunyt szeretteinkre, akik már előttünk jártak, elmentek, és imádkozunk értük. A legszentebb áldozattal tudjuk őket segíteni, hogy eljussanak az örök életre, az imádsággal. Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából, általános, felekezetektől független, az elhunytakról való megemlékezés napjává. Ugye a minden szentek azzal is tisztában voltak eleink, hogy az a minden olyan szenteknek az ünnepe a kimondatlan, nem megjelölt szentek. A halottak napja az valahogy a család napja, nem ünnepe, családgyásza. Ám nagyon érdekes, hogy eleink ezt a halottak napját nem ezzel a mai napi pompával ülték meg, hanem, ahogy a régiek mondták, azt mondták, mi egész évben tiszteltük az elhunytakat, mi többször kijártunk a temetőben, gondoztuk a sírját, ugye napjainkban sok a fény, sok a mécse, sok a virág. Eleinknél azért ezen a napon, halottak napján, hogy kimentek a templom, a temető, nem, elmentek a misére, a szent misére. Tehát ez volt az ünnep. És a szent miséről, vagy a délután nap folyamán, vagy az este, akkor mentek föl, vagy akkor mentek el a temetőbe. Akkor ugye az az áldozat, vagy az, hogy ugye a hagyomány azt mondta, hogy halottak napján a halottak, a szeretteink hazalátogatnak. Ezért úgy mond, hogy az asztalnál az elfogyasztott ünnepi vacsora után, vagy az ebédből hagytak egy sarkot, amit úgy hagyták, hogy a hazalátogatót megvendégeljék. Ennek az maradt meg, úgymond a nagy közönség előtt, hogy általában a gesztenyeszűt sütők a templom kapujába sütötték a friss gesztenyét, és az odalátogatók, vagy az onnan távozók ott fogyasztották, ott tették a gesztenyét, vagy hazavitték. És nagyon érdekes pont a gesztenyének, mert nagyon sok volt abban az időben is az olyan egyén, aki nem tudott elmenni a temetőbe, tehát úgymond fizikai gát volt, nem az öt távol volt, beteg volt. És ennek a betegnek ebből a templom kapuban vásárolt gesztenyéből, vagy a mézes kalácsosnak a termékéből vittek haza, és valójában ő is részesült ebben a halottak napi megemlékezésbe. És a másik érdekesség, hogy a virág és a síroknak a díszítése. Ma nagyon sokszor azt halljuk, hogy igen, kölcsön kérnek bizonyos díszeket. Azelőtt az erkölcs szabályozta. Nem a rendőrök, nem a rendészek, az erkölcs. Mert azt mondták, hogyha valakinek a sírjáról vettem le a virágot, vagy a koszorút, vagy a gyertyát, akkor nem tudom, hogy akkor annak az embernek a bűneit plantáltam az enyémékre. Tehát ezt az emberek nem szerették volna, ezért is tisztelték, még az ismeretlent is, bár volt ott valami, soha nem bántották. Tehát ez egy ilyen, azt mondják, hogy egy falusi erkölcs, falusi etika. A keleti rítusú egyházak sajátossága, hogy a liturgiában máskor ünnepelnek. A reformátusoknál nem egyházi ünnep a halottak napja és minden szentek, az evangélikusok pedig csak a halottak napját tartják. Ez volt erre a hétre a Központ közéleti magazinunk. Jövő csütörtökön találkozunk. Viszontlátásra!